Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit, nagyon szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. El is érkeztünk végre a jó öreg üzenetes keddünkhöz, és már most mondom nektek, hogy olyan beteg sztori lesz itt, hogy csak na, ugyanis képzeljétek el, a most következő SMS-es sztorinknak az a címe, hogy a barátnőm édesapja egy pszichopata. Milyen bonyodalmak lesznek itt, meg milyen drámák, de hát mi ezeket szeretjük. Szóval akkor kezdjünk is bele ebbe az egészbe. Kapja is az SMS-t egy számára ismeretlen telefonszámról, méghozzá azt, hogy maradj távol az én mindenemtől, és ott is van az a mérges emoji. Hát van egy olyan érzésem, hogy bizony a barátnője édesapja írta ezt, de ki tudja, hogy mennyire ideges most jelenleg. Nehogy itt mészállások legyenek, vagy valami. Azt hiszem, hogy te bizony rossz telefonszámra küldted ezt az SMS-t. Maradj távol Jessica-tól! Mindjárt kiderül, tudjátok, hogy mégsem. Te Paul vagy? Igen, és ez az utolsó figyelmeztetésed. De szerintem a csávó semmi rosszat nem csinált, csupán szereti Paulnak a lányát, de hát az édesapja a csajnak nem nagyon tudja elviselni, hogy bizony a lányának udvarolnak csávok. Vagyis most jelen pillanatban csak ő. Te megértetted, Chuck? Hagyj már engem békén, Paul! Te és Jessica már vagy egy éve szakítottatok. Ő most az én barátnőm. Szóval akkor lehetséges, hogy nem is a csajszinak az édesapjától kapta ezt az üzenetet, hanem a csajszinak az exétől? Ír is neki a barátnője, Jessica, hello! hogy egy random telefonszámról küldtek neked SMS-t? Igen, az exed az. Ne aggódj, kicsikém! Én gondoskodok róla és elintézem. Várjál már! Ő nem az exem, de a te exed. Ő az én apám. Szóval akkor az exét ugyanúgy hívhatják, mint az édesapját? Számomra csak úgy lenne logikus ez az egész. Nem! Nem a fatterod, ugyanis azt mondta, hogy az ő neve Paul. hát az édesapámnak is ez a neve. Szóval akkor most már biztos, hogy bizony a lány édesapja írt a csávónak, de a számomra furcsa, hogy nem tudta a lány édesapjának a nevét. Szóval akkor ezek szerint még nem találkoztak, és már most utálja a barátját. Mi a fene? A te faterod az exed? nem ő a legélesebb kés a fiókban, maradjunk annyiban. Íj, dehogy is, fúj! Az exemet is, és fateromat is Paulnak hívják. Szóval akkor az édesapádnak és bizony az exednek is ugyanaz a neve? Igen, ezt írta az előbb. nagyon, de nagyon lassan gondolkozik ez a srác. Ez az egész nem furcsa? Hát, nem igazán. az egyiket apának szólítom, a másikat pedig. Most majdnem mondtam dolgot, de inkább nem. A másikat pedig Paulnak. Na de valamikor te engem Daddynek hívsz. Jaj, bírom a srácot. Fogd be! Keress egy másik barátnőt, Chuck! Hát a lány édesapja nagyon-nagyon bedurvult. Rettentően kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen messzire fog menni. És megfenyegeti-e halálosan, vagy valami, de hát csak nem. Én most teljesen összezavarodtam. Az édesapád mégis miért utál engem? Teljesen jogos kérdés. Én baromira jó barát vagyok. Mennyire éretten és felelősségteljesen gondolkozik a lánynak az édesapja, ugyanis írja a csajszi, hogy az apám utálja azokat az embereket, akiket Chucknak hívnak. Oké? Okay? De most ne szórakozz már velem!
ki szeretném ezt az egészet deríteni, de írja a barátnője, hogy ez nem vicc. Azért tudtál engem, mert az a nevem, ami? Sohasem engedte nekem, hogy egy Chuck nevű emberkével randizzak. De hát a Csajci mégis megtette, csak hogy tiszta legyen ez az egész. Őt egyáltalán nem érdekli, hogyha egy Paul nevű csávóval randizol, de hogyha bizony Chuck nevűvel, akkor őt már egyből ki nem állhatja. Az ő leges legjobb barátja Chuck volt. Ó, szóval lehetséges, hogy az édesapuka valamilyen traumája miatt csinálja ezt, de akkor is semmi értelme nincsen ennek. Miért akarsz ennyire a saját lányod életébe beleszólni? Nem már. A Csajszinak az édesanyja, aki bizony az ex-felesége ugye, az édesapjának, Chuck miatt, méghozzá az apja legjobb barátja miatt hagyta ott őt. Mi? És ez a legjobb barátja igazából az ő üzlettársa is volt, aki ellopott tőle 300 millió forintot. Akkor már értem, hogy bizony miért nem szereti ezt a nevet, de attól függetlenül, hogy egy Chuck nevezetű személy ilyeneket csinált, attól függetlenül nem az összes csak ilyen haver. És miért gondolkozik így? És az ő neve volt Chuck? Hát ezek szerint igen, írja, hogy apám nem bízik az ilyen nevű emberekben. És nem is fog sohasem. Ne ignorálj engem csak, válaszolj az üzeneteimre. Annyira, de annyira beteg ez az egész. És mi lenne akkor, hogyha valahogy meg tudnám győzni, és szimpatikus lennék számára, ezt mondta az előző csak is. Mármint lehetséges, hogy a Csajszinak bizony már volt Chuck nevezetű ex-e? De miért? Annyi srác van, meg annyi név, miért pont az olyanokkal állsz össze? Nem lehetséges, hogy az van a háttérben, hogy bizony, csak bosszantani szeretné a lány az édesapját? De mégis mi történt azzal a csávóval? Lecsukták gyilkosságért. Mit csinálsz? Édesapád ült börtönben? Gyilkosság miatt? Nem, az én apám csukatta le azt a csávót. Aha, biztos, hogy nem akarsz távol maradni ettől a családtól, srác? A neve miatt. Nem igaz, hogy egyszerűen nem bírod felfogni ezt? Az édesapád megölt valakit? Nem, jogilag nem. Mi a fene? Én nem szeretnék börtönbe menni. Hát megértem, senki sem szeretne. Tudom nagyon, de nagyon jól, hogy mégis mit kell tennünk. Csak mondd meg neki, hogy mi szakítunk. Hát én nem szeretnék szakítani. Annyira, de annyira sötét ez a csávó. Attól függetlenül, hogy megmondod az édesapjának, hogy ti szakítotok, attól függetlenül igazából nem szakítotok. Fú, te. Tudom, tudom. Hát de igazából mi nem szakítunk, csak sunyi kapcsolatunk lesz, és bizony titokban fogjuk tartani ezt az egészet. Nem, az nem lehet, Isten ments! Nekünk nem lesz ilyen nagyon, de nagyon sunyi kapcsolatunk. Az igazából egy halálos ítélet lenne. Nyugi már! Az én apukám nem fog rájönni. Aha! Aztán, hogyha rájön,
Akkor bizony neked véged lesz, srác. És nem csak egy ennyebennyét fogsz kapni, hanem bizony lehetséges, hogy ismerve az édesapát, az életedbe fog kerülni. És mi van akkor, hogyha rájön? Hát... az eléggé rossz lenne. De nem szeretnének téged elveszíteni. Ne legyél hülye, srác, és ne menj bele ebbe az egészbe. Tudta, hogy bele fog menni. Ír neki időközben a nagymamája, hogy boldog új évet, Charlie. Na várjatok csak, a Chuck meg a Charlie az két külön név. Szóval lehetséges, hogy a csajnak csak bekamuszta a nevét, mert mondjuk egyszerre füzöget egy csomó nőt, kamu nevekkel. Itt lesz ám a hatalmas nagy fordulat. Várj csak, van egy ötletem. Vagy az is lehetséges, hogy a nagymamája Alzheimeres esetleg, és nem tudja a saját unokájának a nevét? Annyi minden benne lehet ebben az egészben, te mégis mit fogsz csinálni? Nehogy összejöjj az anyámmal. Hát figyelj, bajnok! Biztos, hogy nem fordult meg a fejedben. Viccelődök csak. Vagy pedig nehogy ellopjál 300 millió forintot. Sőt! Ne sitteltesd le magadat. Csák, azt hiszem, hogy a rossz számod van meg. Te ne viccelődjél, Csák! Ez nem az én nevem. Na várjatok csak! Azt fogja beadni a csávó, hogy őt igazából nem Chucknak hívják, hanem majd Charlie-nak, ahogy bizony a nagymamája hívta az SMS-ben. Most hála nagymamájának jutott eszébe ez a rettentő jó ötlet, már hogyha ez jutott eszébe, közben pedig idegesen ír a Chuck-nak az apja, hogy nehogy át kelljen mennem hozzá, Chuck. Szerencsére még nem küldte el az SMS-t, amit írt, és bizony ki is törölte, és írja a lány apjának, hogy akkor ne szólíts engem Chucknak. Hát de nem, az a te neved? Be fogja kamuzni, hogy őt nem is úgy hívják. Ez az egész nem vicces. Te tudsz az előző Chuckról? Te komolyan azt hiszed, hogy az az én nevem, hogy Chuck? Legyél nagyon, de nagyon óvatos, bébi. Közben pedig féltve írja is neki ezt a barátnője. Én láttam Jessica-nak a telefonját. A te neved bizony Chuck. Te ezt most komolyan mondod? Ő komolyan úgy mentett el engem a telefonjába, hogy Chuck. Veszélyes vizekkel nevezel, de vajon be fog ez az egész jönni? Jessica nagyon, de nagyon gonosz tud lenni. Hát de mégis, miért vagy úgy elmentve akkor, hogy Chuck, amikor nem az a neved? Na, a végén össze fog spanolni majd az édesapjával meg minden. Azért, mivel ő ugrat engem. Az én nevem Charlie. Ő tudja nagyon jól, hogy én utálom azt a nevet, hogy Chuck. És akkor itt már bizony meg is lesz a közös pont, ugyanis mindketten utálják azt a nevet, hogy Chuck. Azzal a különbséggel, hogy a srácot úgy hívják, és ő igazából csak bekamuzza ezt. De attól függetlenül az apuk azt fogja hinni, hogy ott megvan a közös pont. Össze fognak spanolni a végén. Te utálod azt a nevet, hogy Chuck? Tudjátok, felcsillant az apukának, azt mondja, hogy ez a csávó egy úriember. Jó barát lesz a lányomnak. Amikor gyerek voltam, mindig úgy csúfolódtak az iskolába, hogy szeva Chuck, te megszívtad. A csávó egyszerűen zseni. Elmeséltem neki ezt a sztorit tegnap este, és biztos vagyok benne, hogy bizony, akkor megváltoztathatta a nevemet az ő telefonjában. Szóval akkor
Téged Charlie-nak hívnak? Igen. Meg tudom mutatni a személy igazolványomat. Most csak beadja itt kamuból, hogy ám meg tudom mutatni, van ám bizonyítékom. Közben pedig baromira nem tudná, de gondolom, hogy arra gondol, hogy az apuka úgysem fogja kérni. Aztán ki tudja, lehetséges, hogy bizony komolyan Charlie-nak hívják, csak a csajnak hazudott valamiért. A családom csak Charlie-nak hív engem. És végül is nem hazudik ebben. De szerintem nagymamájának problémái vannak, és nem ismeri meg a saját unokáját. Hát, figyelj, tetszik nekem az a név, hogy Charlie. Az apuka már bizony baromira örül. Köszönöm szépen, én is szeretem a nevemet. Vó, én most nagyon-nagyon kellemetlenül érzem magamat. Sajnálom a kiakadásomat, bíz bennem, én ezt az egészet teljesen megértem. Volt valaha olyan csávó, akit Chucknak hívtak, és te bírtad? Hát persze, hogy volt! Chuck Norris? Chuck Berry? Nagyon, de nagyon összespanoltak, és megtalálták a közös hangot. Egyszerűen teljesen egyetértek veled. Végre valaki megérti. Én kedvellek téged, Charlie. Írj neki a barátnője, hogy bármit is csináltál, hát bizony működött. Már nem azért, de te mégis mit mondtál neki? Hát figyelj, kicsim, ez egy eléggé hosszú történet. De kérlek szépen, a telefonodban írd át a nevemet Charlie-ra. Várjunk csak. Szóval te mostantól Charlie vagy? Igen, hát nem zseniális? Ez a hatalmas nagy ötlet, amit kiterveltem. Te ezt most komolyan mondod? Ez nem nagy ügy, hát nincs igazam. De, ez egy hatalmas nagy ügy. Én nem randizhatok Charlie-val. Én utálom az összes Charlie-t. A volt főnökömet Charlie-nak hívják, és sohasem fizetett ki. És volt egy kutyám, Charlie, aki bizony minden nap megharapott. Te mégis hogyan tudtad ezt tenni velem? Utálak téged nagyon is. Jaj, pedig a csávó egyszerűen mindent megtett a barátnőjért, de hát nem tudhatta egyszerűen, hogy bizony nem bírja a barátnője a Charlie nevet, de ezek után szerintem csak még szorosabb lesz a kapcsolatuk, és még erősebb, már hogyha a csajszínek a kiakadása miatt nem fognak szakítani. De nézzük ennek a sztorinak a jó oldalát, nem halt meg benne senki. Az már azért valami, azt hittem, hogy itt el fog szabadulni a pokol majd meg minden, de szerencsére nem, hatalmas nagy taktikázások voltak itt, azért valljuk be. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videónk, nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, minden ott van lent a leírásban, a gameplay csatornámmal együtt, hogyha pedig még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor bizony nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!